Nagyon sok kismama keres valamilyen otthoni munkát a neten. Én szétnéztem, és szerintem a következőkre lehet számítani. Az első valamilyen monoton és különösebb képzettséget nem igénylő tevékenység, ami nem fizet különösebben jól, és elég unalmas is. Lehetséges, hogy ha szívósan keresel, akkor fogsz találni valami olyat, amelyik inkább a te képzettségednek megfelelő, esetleg nem is olyan unalmas, esetleg jobban is fizet, mert hát végül is a lottó ötöst is meg szokták időnként nyerni. A második lehetőség valamilyen főleg online vállalkozás indítása. Ehhez kell egy eladható termék, vagy egy eladható szolgáltatás, valamennyi tőke, nagyon sok munka és nagyon sok tanulás. Ezeket nem úszod meg, enélkül ezt nem lehet szerintem sikerre vinni. De működhet, ha bele tudsz vágni, meg tudod csinálni. A harmadik lehetőség, én ebből találtam a legtöbbet, az valamilyen ügynöki tevékenység. Mint a biztosítózás vagy MLM, sőt, nagyon sokszor MLM-nek álcázott csalás. Ebben az a csapda, hogy nem a munkaidődért fizet, hanem az eredményességed után. Tehát, ha nem tudsz benne eredményes lenni, akkor hiába dolgozol, nem keresel vele semmit. Ehhez is kell vállalkozó szellem, valamennyivel kevesebb tőke, sok munka és sok tanulás, és nagyon jó orr. Ugyanis ki kell tudnod választani azt, hogy mi a kamu és mi az igazi. Nagyon sokan remekül tudják csomagolni a nagy semmit. De mielőtt ezt a lehetőséget komplett kirognánk a kukába, hadd kérdezzek tőled valamit. Mennyit érne neked az, hogyha a gyerkőc ritkábban hiányozna az óvodából vagy az iskolából betegség miatt? Tudom, ez egy hülye kérdés, ezt nem lehet pénzben kifejezni. De ére neked valamennyit? Ére neked annyit, hogy mondjuk a gyerekednek a kakaóját lecseréld egy másik fajta kakaóra? Ére neked annyit, hogy egy idő után a munkád eredményeképp ezt a kakaót teljesen ingyen kapjad? Én tudom, hogy te effektíve pénzt keresni jöttél, és azt keresel, amivel konkrétan pénzt tudsz keresni. Én megmondom az igazat, ugye az elején csak ez az érték, amit kapsz. Ezt neked kell eldönteni, hogy ez neked mennyit ér. Ha nem akarsz rabszolgamunkát végezni, és a gyereked mosolya is ér valamit, hogyha nem akarod azonnal a pici jutalmat, hanem képes vagy hosszú távra gondolkodni, akkor jó hírem van. Meg tudom tanítani neked azt, hogy hogyan legyél sikeres egy becsületes network marketing vállalkozásban. Pontosan tudom, hogy mi kell hozzá, és a jól felfogott érdekem az, hogy ezt elmondjam neked. Úgyhogy ír e-mailt, hagy üzenetet, vagy küldj füstjeleket, mert tuti, hogy minden kérdésedet meg tudom válaszolni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy fel tudsz-e tenni olyan kérdést, amit eddig még senki nem tett fel. Minden e-mailre még aznap válaszolok. Ha esetleg nem kapsz tőlem levelet, akkor nézd meg a spam mappádat is.